Országosan 10 milliárd forintból korszerűsítették a kormányablakok, járási hivatalok és okmányirodák ügyfélszolgálatait. Heves megyében 153 millió forintból valósult meg informatikai, technikai fejlesztés, ami megteremti a 21. századi modern közigazgatás feltételeit, ismertette dr. Pajtó Gábor kormány megbízott a fejlesztési programok záró konferenciáján. Főleg a járási hivatalok szintjén a elektronikus ügyiratok fogadására, kezelésére, előállítására, továbbítására alkalmas, rendkívül korszerű eszközök kerültek beépítésre, és ezt mint egy kiszolgálandó, illetve ezek működését segítő szoftverek, illetőleg szerverek pedig a kormányhivatalok szintjén kerültek megvalósításra. Az eszközökön túl egy tudástár is segíti a lakosság és az ügyintézők dolgát, naprakész információkhoz juthatnak a változó jogi környezetről, szabályokról. Az interaktív virtuális ügyintézés feltételeit is kiépítették, hangzott el a konferencián.